Tush. Kamai for Durra. Dibusz. Ő is emel. Zakariasen helyzetben Dombó. És aztán Loncsár mellé. Szép beadás. Ryan Mai hagyja a labdát. Most egy lövés. És aztán itt a gól. Megszerzi a vezetést a Ferencváros. Nagyon jó érzékkel Loncsár tette bele a lábát a labda útjába. A lövés nem volt jó, de Loncsárnak így volt tökéletes. 1-0 a vendégcsapat javára. Itt érdemes megnézni Vingó beadását, Ryan Mai hagyja a labdát, és ez a lövés, ez Csabrájától nem túlságosan jó, így viszont Loncsárnak tökéletes, aki bár ballábas, felismeri a lehetőséget, és a jobb lábát beleteszi a labda útjába, amely így aztán védhetetlenül vágódik oda a bal felső sarokba. Vezet az FTC. Leoni át is nyesi a másik oldalra, jó a fejes, és gól! Kiegyenlít Prenga fejesével a Kisvárda. Nem kellett ezt rálőni, a hosszú oldalon Prenga érkezett, és őszintén szóval nem vagyok benne biztos, hogy nem középre akarta fejelni a labdát egy tárcsnak, de bepottyant a jobb alsó sarokba a labda. Erős fejjel a Várda. Prenga jön, bólint, és valószínűleg Besanovićot kereste. És Besanovićot Vingó el is távolítja, hogy ne tudjon belebiccenteni a labdába, csak közben a labda kapuba hullik. Egy pattanás után azt meg kell nézni természetesen, hogy a szabadrúgás elvégésénél Prenga nem volt-e előrébb, tehát nem volt-e lesen. Na itt a gól, ugye kék a védővonal, a sárga pedig a támadó vonala volt, és a sárga volt előrébb. Prenga hiába örült. Akik elkezdik a második félidőt egy hosszú indítással és egy lövéssel, Dibusz! Érkezik Hely, jó csellel indul el, Hely még, Hely viszi tovább, ott a gólhelyzet, és mellé megy. Megint egy messziről előadott lövés, és megint véd a kapucs. Uzuni hátrál, Hely be tudja adni, ott a kapás lövés, Dibusz! Az ő döntésére van bízva, de ha kihívják a bírót, akkor nem azért hívják ki, mert úgy érzik a varszobában, hogy az ítélet jó volt, mert akkor nem kéne kihívni, hanem azt mondani, hogy oké, a sárga. Nem tudom, kétségtelen volt szép. De hogy ez tiszta piros rögtön. Vingónak fáj, Vingó egyébként most már rendben van. Mennyire volt ez a mozdulat óvatlan, sérülés veszélyes. Na, Farkas játékvezető közelít Leoni felé. És a sárgából piros lesz. Jó perdítés, Uzuni helyzetben 2-0. Egy nagyon szép támadás, és Uzuni nagyon higgadtan gurítja be a végén, feltéve az íre a pontot. Negyedik gólját szerezvén a bajnokságban. Dombó tehetetlen.
mérkőzés 69. percében. A gólpaszt érdemes megnézni, mert ez Zakariasszal most nagyszerűen csinálta. Uzuninak nem volt már nehéz dolga, tempóelőnyben volt szemben a kapuval, és a kapussal Prenga balján ő jobb lábbal tudott lőni. Brian Mai, oly de szép labda, Marin, gyönyörű gól. Marinnak is megvan az első gólja a Ferencvárosban. Hát ez oda volt téve rendesen. Extra volt, hogy fölhozták, hogy Marin kitette, ahogy Ryan Mahé vissza, és amilyen elegánsan Marco Marin a befejezésnél. Hát azért a Ferencváros emberelőnyben nem egy súlycsoport a Kisvárdának. Ez pazar minden szempontból. És már így nem akar hatalmas gólt lőni, szépen átpöttyinti a kapus fölött. 3-0. Kapu előtt egyébként is higgadtabb volt a Fradi, de most a második gól Uzuni és a harmadik Marin mind-mind extra egyéni teljesítmények után született. Zubkov, jól tör be, Zubkov, Uzuni, nagyszerű csel, ott a negyedik. Hát szebbnél szebb gólokat lő a Ferencváros ezen a mérkőzésen. És most Uzuni nem sarokkal adott gólpassz, hanem maga elé tette a labdát sarokkal. De ahogy Botkai Zubkovot végighozta, az sem volt éppen csúnya. Letelt a rendes játékidő, 3 perc lesz a ráadás. És ez most már kiütéses ferencvárosi győzelem. Itt Botka megmenti a labdát, Zubkov ritmust vált, Uzuni leválik, és egy szép csel után önmaga második, csapata negyedik gólját szerzi. 4-0 a vendégek javára. És jó néhány kisvárda szurkoló elindul haza.